vidéken lakom. Most 2-3 napra elmegyek itthonról a hegyen túlra. Ezért úgy határoztam, hogy ide hívom a szolgáimat, és rájuk parancsolok. Vigyázzanak a házra, amíg távol vagyok. Különösen vigyázzatok, mert a mérge halálos! Igenis, uram! Ha csak a felőle fúvó szél megregyint, már abba is belepusztultok annyi szent! Uram, szeretnék valamit kérdezni. Na, mondj csak! Ha ez valóban olyan veszedelmes méreg, hogy még a felőle fúvó széltől is meghal az ember, akkor uraságot vajon hogyan nyúl hozzá? Ha-ha-ha-ha-ha! Jámbor jószág! Engem nem bánt! De ti! Ha csak a közelébe merészkedtek, belepusztultok annyi szent! Ezért jól vigyázzatok, hogy még a szele se érjen! Igenis, uram! Ahogy parancsolja. Hát akkor megyek is. Már is? Bizony! Ne siessen annyira, csak menjen szép lassan. Már itt sem vagyok. Elnézést, uram! Uram! Hát ez elment. Elbizony. Akkor gyerünk, örködjünk. Jó, örködjünk. Én úgy emlékszem, hogy egyikünket mindig magával szokta vinni. Ma vajon miért hagyott itthon mindkettőnket? Nem értem. Nekem sem fér a fejembe, miért nem vitt el magával valamelyikünket. De már így alakult, és mind a ketten itthon maradtunk, hogy őrizzük a házat. Legalább beszélgessünk egy jó ízűt. Máskor úgy sem tudunk, hisz egyikünk mindig távol van. Ráérünk vigasztalgatni egymást. Mi az? A hordó felől fúvó a szél. Az bizony veszélyes. Menjünk egy kicsit odébb. Jó, menjünk. Sehogyan sem fél a fejemben. A gazdánk vajon miképp bánik ezzel a veszedelmes jószággal, ha még a felőle fúvó szél is elpusztítja az embert? Legyen bármilyen jámbor is a gazdához, akkor sem értem. Ide figyelj! Én megnézném, miféle jószág az.
Hová gondolsz? Hogy a szudába akarod megnézni, amikor még a felőle fúvó szél is elpusztítja az embert? Hogyan, hogyan? Hát úgy, hogy ne érjen a szele. Majd legyezővel elholtjuk. Ez bizony jó elgondolás. Hát akkor legyez. Jó. Legyezek. Legyez csak legyez. Legyezek, legyezek. Legyez csak legyez. Legyezek, legyezek. Legyez csak legyez. Legyezek, legyezek. Most eloldom a zsinort, ezért jó erősen legyez. Jó. Oh!
hogy ez? Nem hallod, hogy nem tehetem? Istenem, Istenem, szegény feje, most tüstén meg fog halni. Ajjajjajjajjajj! Jó Istenem! Halálos. Hát nem megmondtam, Tarókadzsa, mit tettél? Ajjajjajjajjajj! Halálos. Halálos. Halálosan finom! Halálosan finom? Úgy, ahogy mondom? Hát mi az? Az bizony nádméz. Nádméz? Úgy, ahogy mondom. Akkor én is megkóstolom. Tessék, kóstold meg! Ez bizony nádméz a javából. Ugye, úgy? Hallod-e? Hát ne csak te kóstolgass, hagyjál nekem is! Hogy is ne? Te az előbb már ettél, most én következem. Hogy is ne? Most én következem. Ha megnehet az egészet, hagyjál nekem is. Sajnos nem tartom. De te az előbb már lettél belőle, most rajtam a sor. Jó, akkor együnk együtt. Jó, együnk együtt. Ugye milyen finom? Lelket nem mondom, nagyon finom. Azt gyanítom. A gazdánk nem akarta, hogy együnk belőle, ezért azt füllentette méreg. Utálatos alak. Na, együnk csak együtt. Még hogy a szele is eltűnt.